Szóval az első film a Richard Nixon merénylet. Mr. Maestro Leonard Bernstein, első felvétel. Mr. Bernstein, én végtelenül tisztelem önt. Az ön zenéje egyszerre tiszta és őszinte. Éppen ezért választottam önt, hogy a világ elé tárja az igazságot róla. A nevem Sam Bick, és mindössze egy homokszem vagyok. Az Amerika nevű tengerparton 211 millió homokszem van, de 3 milliárd a Föld nevű tengerparton. Hogyha szerencsém van, a cselekedetből, amire készülök, megértik a hatalmasok, hogy még a legkisebb homokszem is képes lehet elpusztítani őket. A Richard Nixon merénylet, Nils Müller első filmes rendező 2004-es drámája, 92 percben szemlélteti ennek a nagyon szerencsétlen embernek, Samuel Bicknek a sorsát. Sam Bick egy valós személy, valóban megtörtént ez a bizonyos merénylet kísérlet Richard Nixon ellen. Annyira szerencsétlen volt maga a merénylet kísérlet is, amennyire Samuel Bicknek az egész élete. Úgy nem sikerült neki ez a merénylet sem, ahogyan semmi az életében, de olyannyira nem sikerült, hogy nem az volt a szituáció, hogy eljutott az elnöknek a közelébe, csak nem sikerült a merénylet, hanem a kezdet-kezdetén, a Hanvában holt kísérletről beszélünk, amilyen Samuel Bicknek az egész élete volt. De brutálisan véres lett a merénylet, tehát azért mert az igen, elején... De nem Richard Nixon vérétől lett az a merénylet egy kicsit sem véres. Szóval azt lehet mondani, hogy olyan ez a film, mintha az Ügynök halála lenne újra értelmezve. Itt is egy ügynökről beszélünk, és itt is csúnyán meghal a végén, és itt is értelmetlenül. Egy olyan ügynökről van szó, aki nem akar az amerikai álomban hinni, de a vége felé semmiképp. Szerintem meg éppen ellenkezőleg. És egy olyan ügynökről van szó, aki az egyetlen az egész országban, vagy talán az egész nyugati civilizációban, aki töretlenül hisz az amerikai álomban, ha nem hinne, nem lenne ilyen szerencsétlen. Akkor úgy mondom, hogy az amerikai rendszerben, a politikai rendszerben nem hisz. Hát egy olyan ügynökről van szó. Igen. Mélységesen megveti az amerikai politikai rendszert, és fekete bőrű barátja van, és be akar állni a Black Panthers harcos jogvédő csoportba. Hát az annyira aranyos, amikor azt mondja, hogy ne a párducot válasszák, hanem válasszák a zebrát. És nyissanak a fejérek felé, mert kétszer akkora lehet a rajongó táboruk. Mert ő négernek érzi magát a saját hazájában, ugyanolyan számkivetettnek érzi magát a saját hazájában, mint a feketék, és még a fekete párducok sem karolják őt fel, még oda sem tartozhat. De a pénzét elfogadják, $100, hogy mennyit ad nekik. Teljes kirekesztettségnek a státuszában, a munkahelyi megaláztatásoknak a folyamatos köreit róva. Egy olyan emberről van szó, aki úgy ügynök, hogy nem hajlandó hazudni. Márpedig úgy nem lehet, mert hogy az ügynöki munka az együtt jár a hazugsággal, amikor értékesítened kell valamit, akkor tulajdonképpen elsőrendűen magadat kell eladni. És kap egy csomó ilyen tréning kazettát, amivel az ő agyát folyamatosan a főnökség próbálja mosni, vagy próbálja átformálni. Bizony, a pozitív gondolkodásról szóló kazetták és könyvek már akkor a piacon voltak, amik azt tanítják, hogyha a minőségre kérdez a vevő, kezdj el az árról beszélni, ha az árról kérdez, kezdj el a minőségről. Az 15%. Pontosan. De az ugyanannyi, mint a bátyánál. Nem. A bátyám 15-ig hajlandó lemenni, de azért nem szívesen. Enged 5%-ot, ha muszáj. 10-et, ha látja, hogy a vevő távozni készül, de az üzletkötő, aki eleve 15-öt ajánl, bukásra ítélt. Az egy gyenge ember, aki nem állja a sarat. Ön szerint vajon a hónap végén kikap dicséretet és prémiumot? Aki nagyobb profitot termelt? A nagyobb hazuk. Nézze, én csak szeretném, ha tudná, hogy én őszintén szeretnék üzletelni. Az üzletkötőimnek soha nem kell hazudniuk, és nem kezelem őket csőttömegként, vagy értéktelen szemétemberként. Nos, ez
Csodálatra méltó. Az ön ötlete? Igen, uram. Nos, végeztünk. Végeztünk? Mr. Ford, szeretném megköszönni, ez a kölcsön nem csak nekem segít, megváltoztathatja a felfogásunkat az üzletről. Mr. Bick, nagyon sajnálom, bocsásson meg, de félreértett. Csak mára végeztünk. Átküldöm a kérelmét Washingtonba, még ott is elbírálják, ez hosszú folyam. Természetesen, persze. Mr. Ford, az SBA-nél. Öregem, meg kell mondjam, csak ámult-bámult. Mondtad, hogy nem megy a busz? Nem, azt nem mondtam. Jó. És azt, hogy a társad fekete? Igen, azt igen. Beixeltem a néger. Hülyeség volt, szer. Nem fog menni. Nem, nem, Bonnie. A kormány fekete üzletembereket keres. Engem már 16 éve nem találnak. De ez az ember, ez valóban elhiszi ezt az amerikai álmot, és tulajdonképpen ő a mérlege az amerikai álomnak, mert minthogyha ő lenne az egyetlen vagy az utolsó, aki hisz ebben, és ezért aztán tényleg ő az egyetlen, akihez képest az amerikai álom az megvalósulhat vagy elbukhat. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy Samuel Bick bukik el, vagy az Egyesült Államok bukik el ebben a történetben, ami a talán létező legbrutálisabb kapitalizmus kritika, vagy az egyik legkeményebb kapitalizmus kritika, amit amivel láthattatok eddig. Filmen találkoztak, így van. A taxisofőrt tudjuk, mint analógiát fölhozni, esetleg az ügynök halálát, amit már említettem. A lovakat lelövik, ugye? Az még egy hasonló sztori, vagy a Glengarry Glen Ross című dráma, szintén egy drámafilm adaptációja. Ennyire esendő és elveszett karaktert, mint Samuel Bick, ahogyan az Sean Penn. Minden mondata önbizalom hiányos, minden mondata egy dadogás, és sugárzik belőle a boldogtalanság, a magányosság, a lúzerség. A lúzerség, igen, de az elképzelései azok valahogy túl őszinték, vagy túl jók erre a világra. És a lúzersége abból fakad, hogy a kapitalizmus egy olyan rendszer, melynek szelleme a verseny, az eltiporja őt. Tehát, hogy ez egy olyan rendszer, ahol a vesztesért nem sír senki. És ő az a kis ember, aki az áldozata ennek a rendszernek. Azt mondjuk el, hogy az amerikai álom arról szól, hogy bárkiből bármi lehet Amerikába, törekedni kell, szerencsésnek kell lenni, és ő ezt elhiszi, tehát ilyen szempontból igaza van Robinak, hogy ő elhiszi, hogy lehet hazugság nélkül beteljesíteni az amerikai álmot, és folyamatosan azzal szembesül, hogy hazudni kell a megélhetésért, aki a nagyobb hazug, az kapja a prémiumot, aki hazudik, az viszont csőtömegként kezeli a vásárlót és a többi ember. De ő nem hajlandó belemenni ebbe a játékba. Ő abban hisz, hogy őszintén, nyíltan, nyílt kártyákkal, korrektül, a másiknak a tiszteletére alapozva lehet üzletet kötni, meg lehet valósítani azokat az elképzeléseket, amelyek Amerikával kapcsolatban a naív népeknek a lelkében élnek. Az igazi kapitalista versenyben hisz, de mivel magányos, ezért folyamatosan megy a tévé, és gyakorlatilag Nixon az egyik legjobb barátja, ha szabad így fogalmazni, és Nixon folyamatosan pofázik a tévében, egy sikeres nemzetet akar, ugye ez a 70-es évek a amerikai társadalom önbizalom hiányvesztés a vietnámi háború sokja után, és azt akarja, hogy és Nixon a versenyszellemről beszél, hogy akkor szerzi vissza a nemzet az önbizalmát, hogyha egy versenyszellem hajtja. A mi hősünk, Dick, az pedig azzal szembesül, hogy ez a verseny, ez végtelen mocskos és hazug, és a saját kapitalista főnökei a magánéletétől kezdve a bajuszáig mindenbe beleszólnak. Szerencsétlen Sam eltitkolja, hogy elvált, mert el kell titkolnia a munkahelyén, hogy elvált, mert a munkahelyen csak házasokat alkalmaznak. Miért? Mert aki házas, akinek családja van, akinek gyerekei vannak, annak van vesztenivalója. Az nem léphet ki csak úgy a munkahelyéről. Annak minden nap fényesre kell nyalnia a főnökének a seggét, mert ha elveszíti az állását, akkor ő neki két éhes száj marad otthon. Tehát ezért a főnök nagyon jól tudja, hogy ő egy aglegényt nem fog alkalmazni. Tehát minél több az aglegények éhes száj kell. Megbízhatatlanok, az elvált emberek pedig lúzerek, a családapában viszont megbíznak a vevők, mert tudják, hogy ott neki teljesítenie kell a munkahelyén. Elváltat nem alkalmaznak, mert aki megbukott a család frontján, az meg fog bukni az üzlet frontján is, és a szerencsétlennek még a bajuszát is levágják, vagy levágatják, mert nem hajlandóak. Mert az olyan nyalós, kisugázás van, tehát egy ilyen nőkrehajtó.
Itt arról van szó, hogy a személyes autoritását a legvégsőkig nyírbálják meg. Tehát a saját... De az a számos, hogy jó szándéka. Tehát a főnöke egy annyira beképzelt majom, aki azt hiszi, hogy megváltja az ő alkalmazottját, ő tényleg hisz ezekbe a tréning kazettákba, és azt hiszi, hogy jót tesz az alkalmazottjával. Nem is érzi, hogy ez megalázás. Jó, ez a... Suttyó bunkó főnöke van. Ismered a Carnegie-t, ugye? Odaadtam. Dale Carnegie. Kapcsolatteremtés, befolyásolás. Ó, igen, hogy ne ismerném? Nem igaz. Láttad a könyvet? Belelapoztál, de nem ismered, mert ha ismernéd, tudnád, mit jelent, ha azt mondom, mindig jó hírét keltsd a másiknak. Én nem szoktam pletykálni. Jó hírét. Az Istenért. Figyelhetnél jobban. Igen, bocsánatot kérek. Ez egy kommunikációs technika. A Carnegie módszer. Tudod, ha valaki nem teljesít jól, ne kritizáld, ne azt mondd, szar a munkád, igaz? Hanem mondjuk, régen jól dolgoztál. Most nem annyira. Aztán megkérded mondjuk, hogy nincs semmi baj otthon? Ezt most tőlem kérdi? Csak tanítalak. Egy menedzsment technikára. Nem bánod, hogy tanítalak? Nem, uram. Jó. Még egy apróság. De, Mari, azt akarja, hogy vágjam le. Van munkám, Sam, vágd le. El is felejtett, hogy volt bajuszom. Nem felejtem el, Mari. Mari! Te nem emlékszel? Mire emlékezzek? Papa szépet rajzoltam. Ellen! Igen, kicsit. Hol a fülbevalóm? Ellen! A kedvedért add növesztettem. Add már vissza! Jaj, Sam, ugyan már! Anya! Hagyd abba! Látnod kéne őket. Ezek az emberek pénzért bármit hazudnak. És még engem néznek ki ezek az üzletemberek. A fenébe. Úgy értem, ezeknek nincs joguk. Fele annyit se sértegetni minket, mint ahányszor teszik. Nézd, milyen ruhába öltöztetnek. Így öltözöm, hogy el tudjam tartani a családomat. Én egyszer elmentem biztosítási ügynöknek, és egészen 4 órán keresztül voltam biztosítási ügynök. Az első lépés az volt, hogy a főnök, aki fölvett engem, az elkezdte magyarázni nekem, hogy ő neki van egy ilyen meg olyan motorja, nyilván nekem is vannak álmaim, ő azt gondolta, hogy neki soha nem lehet ilyen meg olyan motorja, amikor elkezdett dolgozni, akkor ez teljesen reménytelennek tűnt, de aztán hitt a cégben, hitt a szolgáltatásban, és lett egy ilyen motorja, és most boldog, mondjam el, hogy én mire vágyom. És én nem akartam erről beszélni, én arról akartam beszélni, hogy mi itt a munka, mit kell csinálni, és mennyi a fizetés. Tehát én ezekről a dolgokról szerettem volna ott vele inkább tárgyalni. És akkor azt mondta, hogy ezt a biztosítást kell eladni, de ez nem az én dolgom, én nekem csak meg kell beszélnem egy időpontot ezekkel a bizonyos emberekkel, és aztán majd az üzletkötők kimennek. Tehát egy ilyen telefonos diszpécseri állás lett volna. És akkor mondtam, hogy hát akkor esetleg adjon egy telefonszámokból álló listát, és akkor talán elkezdeném a munkát. És mondta, hogy ő először is nem ad nekem listát, nekem van egy listám a saját telefonkönyvemben, először azokat hívjuk föl. Hát ez emelem. Igen. Na most akkor én mondtam, hogy hát de ne haragudjon, de én nem szeretném a saját civil életemet, a saját civil bázisomat erre szánni. Én nem szeretném fölhívni a közvetlen környezetemet, barátaimat, családtagjaimat ezzel, hogy eladjak nekik biztosítást. Azt kérdezte, hogy miért? Talán nem hiszel ebben a szolgáltatásban? Nem hiszel abban, hogy ezzel jót teszel nekik? Ez azt jelenti, hogy nem szereted a barátaidat? Nem szereted a szüleidet? Nem szereted a közvetlen környezetedet? Nem akarsz segíteni nekik? Vagy a szolgáltatásban nem hiszel? Akkor nem hiszel viszont abban, mit keresel? Akkor viszont mit keresel? Hinnet kell a termékünkbe. És akkor tudtam, hogyha majd vallásra lesz szükségem, akkor a templomba megyek. És vagy egy emelemhez. Igen, és hogyha munkára van szükségem, akkor pedig egy rendes munkahelyet keresek magamnak. Valami ilyesmi helyzetben van itt is Sean Penn, vagyis hát Samuel Bick. Aki azt mondja, hogy nem szűnt meg a rabszolgaság, csak most más a nevük, alkalmazottak. Ma el akartak téríteni egy utasszállító repülőgépet a Baltimore-i reptéren, sikertelenül. Egy éve nem történt hasonló eset az országban. A gépeltérítő megsebesítette egy utast, lelőtte a másodpilótát, Baltimore-ban, majd önmagával de is most végzett. Rosszabbul az FBI végződött. Beszámolója alapján a 44 éves Samuel Bick a beszállókapuhoz ment. Ártalmatlannak látszó aktatáskájában benzint vitt és egy detonátort. Rohangált fel alá, mint aki megőrült. Elment az esze.
Bik átrohant a beszállóhídónak, kiabált, hogy álljanak félre az útjából. Egy rendőr követte, de addigra Bik már bejutott, és az utas kísérővel becsukatta az ajtót. A rendőr az ajtóablakán át lelőtte a gépeltérítőt. Indítéka ismeretlen, de a hatóságok úgy vélik, a gépeltérítő önmagával együtt mindenkit megsemmisített volna a Delta 523-as járatának fedélzetén. Nils Strozer, CBS News, a baltimori nemzetközi repülőtérről. Kedves SMS író kérdezi, hogy ki a magyar hangja. Kaszás Attila a és mennyire hangja. Jó igen. Volt. Nyugodjék békében. Ez a Richard Nixon merénylet 2004-ből, egy első filmes rendezőnek a munkája, a lehengerlő Sean Penn-nel a főszerepben egy brutális erejű kapitalizmus kritika, egy drámai történetbe, egy tényleg nagyon-nagyon szorongató, rettenetes emberi drámába csomagolva, amelyben ennek az embernek nem csak a munkahelyi, nem csak az egzisztenciális élete, hanem a családja és a minden téren, tehát a létező minden téren széthullik az élete. Hát egy igen nyomasztó sztori, tehát hogy talán az egyik legnyomasztóbb sztori, amit így láthattatok, és hogyha szeretitek az olyan filmeket, amik egyszerre közéletiek, és egyszerre valami fontosat elmondanak rólunk, meg a világról, ahol élünk, meg a társadalomról, meg a gazdaságról, meg a politikai rendszerről, és mindeközben pedig egy nagyon személyes drámát is kaptok emellé, és a kettő összefonódik, és egymástól szétválaszthatatlan, akkor ezt a 8-as, szerintem 8-as filmet a 10-es skálán, azt biztosan ajánlhatjuk a figyelmetekbe, Viktor. Itt nincs vita, mint a taxisofőr esetében, ez a főhős, a film, amiről beszéltünk, egy politikai ellenálló, ilyen szempontból borzasztó érdekes a téma, amivel próbálkozik, de nem lehet 8-ast adni rá, hogyha azt nézzük, hogy a feszültség, ami a karakterből árad, az nem párosul egy cselekménnyel, ami fenntartaná az izgalmat a filmben. Kifejezetten mélypont volt, amikor kiabált a főhős munkáján, hogy csak a pénz számít, néha kicsit túlszó kimondó a film, úgyhogy én egy 5-öst adok rá. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a világ, ez a rendszer, ami körülvesz minket, ez tele van Samuel Bickekkel, tele van olyan vesztesekkel, akik fuldokolnak ebben a bizonyos versenyben, amelyet kapitalizmusnak hívunk. A kapitalizmusról mindig azt emelik ki, hogy megvan benne a potenciális sikernek a lehetősége, a nagyjáválásnak a lehetősége, a gazdaggá és irigyelté válásnak a minőség, lehetősége. Minőség, a kreativitás. Igen, a megasztárrá válásnak a lehetősége. De soha nem beszélünk arról, hogy ezeknek a sikereknek az árát valakinek meg kell fizetni, és mindig vannak vesztesek. És ez a rendszer, ez kitermeli magából a veszteseket is, csak a vesztesekről sosem szól a fáma. A vesztesekről sosem beszélünk, és értük egyetlen egy csepp könnyet nem morsol el senki. A veszteseket van egy hollywoodi színész, aki előszeretettel játssz el, és ez az a színész Sean Penn, akiről a mai 4 filmünket összeválogattuk, ugyanis mindegyiknek ő a főszereplője. Sean Penn az, aki egy elképesztő nagy hevülettel játssz el, és elképesztő tehetsége ezeket a dilinyós, furcsa, elesett, szánalomra méltó, társadalom perifériájára szorult alakokat. A legnagyobb tehetség az, amikor valaki valami belső törést, valami belső defektust tud kirakni az arcára. A Sean Penn ennek a mestere. Tehát, hogy a mai adásban 4 olyan filmről van szó, ahol a Sean Penn olyan embereket játszik, ahol, akik valahol belül megtörtek. Történt velük valami rettenetes dolog, és ez nyomja a vállukat, torzítja az arcukat, valahogy a tekintetüket megtöri, valahogy a lényüket megmételyezi, de mindegyik más, és összehasonlíthatatlanok. Tehát azt az univerzális tehetséget, amivel a Sean Penn rendelkezik, azt ezek a filmek kiválóan mutatják meg.